Sziasztok, Robin vagyok, és itt vagyok a Mangalica Fesztiválon, úgyhogy megnézzük most így a kínálatot. Mit is lehet kapni? Ott hátul milyen finomságok vannak, az igen. Ez meg mangalica. Meg ezt a csípős, csak abból most már csak az a ilyen pisső van. Extra csípős? Itt van. Valamelyik meg kettő. Az az? Az meg azt kerestem. Tudom, igen, majd megtapolj, hamarosan szeret látottam. Már is tetszik kérni? Ez a csípős, hogy mondom maga, az is ugye jobban ki, amikor már száraz. Amely megszállítom. De jó az is. De jó, szerintem ebből is elviszek egy pár havandúba van. Ez az, mondjuk, hogy ez. Ez az. Ez egész, akkor mondjuk ezt a... Jó, ilyen. Grazie. Nagyon szép finomságuk van. Meg jó kis, gondolom. Csak hogy egy kicsit emlékezetes legyen így a rendezvény. De finomságuk van. Az igen. Hát akkor a másik oldalt. Ugye nagyon sokan vannak. Nézzük mondjuk őket. Vagyis a nagymamája. Nagymamája. Vannak sajtok is. Köszönöm, hogy szálltam, hogy rossz helyen van. Hogyan lehet fogyasztani? Ismerik a nyújtsókákat?
Csak fogyasztó naponta gomba ölelés. Igen, igen, mert hogy a gomba nagyon jótékony a szervezetünk számára. Ugye a gyógygombákat már végességgel használják a keleti gombaknál. És így tudunk ajánlani kétféle gombát. Annak a kukára, hogy kinek milyen problémája van, mit szeretne ezzel javítani. Mindegyik gombának a gombának. Itt is fog. Jó a kínálat. Itt azért hűtőt nem kell igénybe venni. Csak pont a nap az rossz helyen van. Csak az én árnyékomat látják. De mindegy, nézzük meg. Ja, bocsánat. Ja, azt hittem, hogy nincs is. Én azt kívánom, hogy el kell mennem az autóhoz. Ja, jó. Aztán valamit hoznom kell. A szekeret nem jöjjenek, kóstoljanak! Mennyibe kerül? Attól függ, melyik. A vadisznó pástétom az 1800 forint, és abból teljesen egy ilyen van a vadisznó ilyet, az a zsírjára sütött vadisznó hús, az a kicsi az 2000, a nagy az 3500, és van még vargányás szarvas pástét, az pedig 2200. Illetve van szarvas kolbász, ugye vágott, azt tudjuk kóstolni valamit, próbálok tartani. Na majd elkeresek, megnézem. Az is ilyen három napos lesz? Köszönöm szépen! Nem volt még hozzá, nem nagyon kedves, köszönjük szépen. Köszönjük minden előttől. Megörökítem így a fesztivál. Aha. Ez a fesztivál honlapján? Fesztivál honlapjára? Nem. A saját, mert én ilyen rendezvényekre szoktam járni, aha, és tavaly is legalább 60 rendezvényen így részt vettem, és mindenhol így videóztam. Így vágatlanul így végpásztázom, hogy miket is. Így elég sok videóm van, nem csak ilyen rendezvényekről, hanem mindenféle, ami úgy eszembe jut így. Nézd, ha tetszik. És nagyon jók vannak. A legutóbbi fesztivál az a Kolbász és Sajt Fesztivál volt a Millenáris. Millenárisnak, igen. Voltak ott is sokan? Hát nem. Én nagyobbra gondoltam, mert nagyobb volt a felf. Igen. De azért jó volt. Ezek a mindenféle tudatjaink. Mézes pogácsa. Az egy almalmi kóstolnak, én egy szívát tartok a kezemben.
Minden napon 10 cukorpartosít a személyek. Akkor ebből a mézen fogok. Három, egyet kirak. Egy ez pedig az erős. Hú, milyen jól néznek ki így a sajt. Ó, mekkora sajt. Csak ez a nap, ez mindig beárnyékol minden. Próbálom azt a szöget. Voltam még ezelőtt a kolbász és sajt fesztiválon, ott is így, hogy menjek be mélyre a sajt mélyre. Ez milyen mű? Ez Vörös Gyémánt a neve, és 3 évig érlelt. Ez olyan majdnem, mint az Old Amsterdam sajt, hasonló ugye az ízre is. De finom, az a kedvencem egyébként. Igen, akkor eltaláltam el. Ez pedig egy ilyen nagyon nagy emmentári sajt. Jó, nagy. 96, amikor elkészült, igen, most már itt darabokban. Úgyhogy a teljes kör az 100 kilós lenne? Az... Abban volt 12.000 liter. Az nem semmi, 12.000 liter. Hát az nem semmi. Finom. Nagyon jó. Igen. Majd lehet, hogy még visszajövök, mert az anyukám az szereti a sajtokat. Úgyhogy mindenképpen jó. Hú, de finom sajtok voltak. Ugye egy kis emlékezet legyen így a kiállításról, és hogy a vásár, meg fesztivál. Láttam olyan finomságokat, hogy már nem is szabad ma vacsorát, vagyis hogy ebédelnem, ugye. Szóval vásároltál ezt a A tékomosoknál, ott a West Endben, de szerintem mindenhol ilyen tékomosnál lehet ilyen kamerát. És ebből ilyen kiúszhatós is egyébként? Ez nem, csak így föltöltés, és hogyha a telefonon bemerül, akkor rá lehet csatlakoztatni. Csak olyan, hogy ilyen van, hogy így lehet használni. Ja nem, ez csak így működik, csak így szimple. Grill sajt. Igen, beszéltünk már. De jól néz ki. Bloggerket szomlok? Bloggerket? Igen, el van egy ilyen kisebb csatorna. Hogy lehet megtalálni? Egy pillanat, majd... Akkor már akarom nézni, hogy operáltál föl minket, majd köt azért. Ja, én csak így végig pásztázok így. Már volt, aki így érdeklődő. Lengyel sajtok. Milyen jól néz ki. Ez a paranyica ugyanúgy. Azt az anyukám szereti, úgyhogy majd mindenképpen fogok vásárolni. Jól néz ki. Várunk.
Nem egy deharanyos. Ezek ilyen kézműves termékek. Ez pörköljük, pirítjuk, ez egy pörkezelés, és utána egy mechanikus préseljük. Ezt hívják olajütésre. Igen, voltam én arra, vettem is ilyen. Na és akkor hogy készül a hideg sajtó? Azt mondja, a pirítjuk minden körbelegyünk. Persze, mert hőnélkül nincs. Hőnélkül nincs mantol olaj. Tetszik, nem tetszik. Szóval, hogyha csak így összenyomnák, mindegy gyümölcsöt és kijön a leve, hát öreg apád nem ott hülye, hát egyik is dolgozott volna fölöslegesen. Hát kell a hőhatás. A hideg sajtó az egy csigapréssel történik, megy bele a mag egészbe, nem darab, nem gyúrunk, nem pirítom, egészben van benne a mag. A csiga, mint egy húsz darab, a tolja előre, bőről tömörül egy nyom, és neki ez a törő fej, aminek nyomja neki, ez szívül van. Nézzük meg, hogy mi kell. Miket főznek itt. Hú, milyen finomságok. Nem is kellene ebédelni mennem. Sőt, vacsoráznom se nekem. De finomságok. Vannak salátánk is. Hát itt aztán nem lehet éhezni. Hú, de jól nézni ki. Na, úgyhogy ezzel így búcsúzunk. És hamarosan vissza fogok térni. Sziasztok!